Megilleti a külön élő szülőt a kapcsolattartás a koronavírus járvány miatt kihirdetett kiárási korlátozás időszakában is, viszont a szülők az egészségvédelem miatt egyetértésben és közösen dönthetnek átmeneti rendről a veszélyhelyzet idejére. Az Alegerszegi törvényszék tájékoztatója szerint a kapcsolattartás végrehajtása a veszélyhelyzet miatt elrendelt rendkívüli ítélkezési szünetben is kezdeményezhető. A kijárási korlátozás idején a különélő szülőket változatlanul megilleti a gyermekükkel folyamatos és időszakos kapcsolattartás, amit a szabályoknak megfelelően a gyermeket gondozó szülőnek önként lehetővé kell tennie. Ha ezt megszegné, akkor nem peres eljárást kezdeményezhet a kapcsolattartásra jogosult különélő szülő. Ha ezen eljárás keretében a bíróság megállapítja, a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltak megszegését, akkor annak elmaradt pótlására a gyermekkel való zavartalan kapcsolattartás biztosítására hívja fel a szabályokat megszegő szülőt. A pótlásról született döntést pedig önként végre kell hajtani, a bíróság felé ugyanis be kell jelenteni az önkéntes teljesítést, de annak elmaradását is. Abban az esetben, ha önként nem tesz eleget a végzésben előírtaknak a kötelezett szülő, akkor a második lépcsőben a teljesítés elmaradása miatt a bíróság különböző jogkövetkezményeket alkalmazhat. Egyebek mellett megkeresheti a gyámhatóságot a kapcsolattartás teljesítésének elősegítéséért, illetve pénzbírságot szabhat ki, vagy akár indítványozhatja is a gyámhatóságnál a gyermek feletti szülői felügyelet megváltoztatását. Az elrendelt veszélyhelyzet miatt kizárólag csak a gyermek rendőrség és végrehajtó általi kapcsolattartásra átadása nem végrehajtható. Tehát nem felesleges, nem reménytelen az elmaradt kapcsolattartás végrehajtását kérni, ha pedig olyan határozat születik, amit most mégsem lehet végrehajtani, azt a Veszélyhelyzet megszűnését követően lehet pótolni.